Lássuk, mit üzennek a sorstervező kártyák december 17-től 24-éig. Ebbe a hétbe már a Szenteste is beletartozik. Egy nagyon jó hír szerintem, hogy a fő inspirációnk egy eredménykártya, mégpedig a harmónia. Harmóniában vagy önmagaddal és a léttel. Ide juthatunk el, ami nem egyszerű így a karácsony előtti rohanásban, úgyhogy ez a hét arról fog szólni, hogy mennyire tudunk harmóniában lenni önmagunkkal és a léttel. Hol borul meg a harmónia az életünkben? Mi az, ami erősíti bennünk a harmóniát? Érdemes most azokra a dolgokra koncentrálni. Mi borítja meg a harmóniát? Ezeket meg lehetőleg iktassuk ki. Mennyire tudunk tényleg harmóniában lenni? Vagy mennyire borult ez most meg? A harmónia több, mint a béke vagy a nyugalom. Ez nem azt jelenti, hogy békén hagynak. A nyugalom az azt jelenti, hogy nyugton vagyunk hagyva. A harmónia ennél sokkal több. Ez azt jelenti, hogy összhangban vagyunk. Önmagunkkal, a léttel, így harmóniában kapcsolódunk, és harmóniát tudunk teremteni önmagunk körül. Ami a leginkább visszatarthat ezen a héten, az a tehetetlenség. Ez a fő fékünk. Tehetetlennek gondolod magad, mintha hiába való lenne minden fáradozás. Mennyire érzed azt, hogy tehetetlen vagy? Milyen életterületeken érzed azt, hogy nem tehetsz semmit? Az egyik legnagyobb problémánk, amitől kimerülünk, az az, hogy nehezen különböztetjük meg azokat a dolgokat, amikre nincs ráhatásunk, azoktól, amikre pedig van. Amikre nincs ráhatásunk, azt jobb békén hagyni, fölöslegesen vinni az energiánkat, és nagyon sokszor látom azt, hogy nem szándékosan, de emberek oda tesznek energiát, ahol nincs ráhatásuk a dolgokra, és nem marad már energiájuk oda, ahol viszont tudnának tenni valamit. Úgyhogy ezen a héten különösen érdemes lesz figyelnünk azt, hogy mely területeken érdemes békén hagynunk a dolgokat, mert ott nem tudunk mit tenni, vagy most nincs teendő. És hol van az, ahol viszont igenis tehetnénk, mert az hozna létre változást. Próbáld figyelni, mennyire tudod megkülönböztetni, hogy mi az, amire nincs befolyásod, például ilyen az időjárás. És az, hogy milyen az idő, azzal mit tudunk kezdeni, mérgelődhetünk rajta meg, van egy csomó ilyen adottság az életünkben, vagy lehet, hogy csak az adott helyzetben, amivel most nem tudunk mit kezdeni. De mindig van, amit lehet tenni, ezért a tehetetlenség illúzió. Ahol nincs befolyásod a dolgokra, ott egyszerűen csak tudd, hogy onnan vondd el az energiát, és tedd magad máshova azt az energiát, fókuszálj, fordulj másfelé, mert mindig van mit tenni. Csak lehet, hogy nem ott, ahol éppen próbálkozol. Amit tehetünk ezen a héten, az az, hogy aktiváljuk a felismerés erejét, tehát felismerünk dolgokat. Ez azt jelenti, hogy ezen a héten jönni fognak olyan dolgok felénk, amik hoznak valami új felismerést, vagy legalábbis a felismerés lehetőségét. Az már a mi döntésünk, hogy felismerjük-e. Mit kell felismerned még ebben a helyzetben? Ha valami új helyzetbe kerülsz, vagy valami hülye szituációba, vagy történik veled olyan, ami nem megszokott, vagy nem tudsz vele mit kezdeni, tedd fel magadnak a kérdést. Mit kell még felismernem? Mit kezdjek ezzel az egésszel? Mi az, amit igenis tehetek? És mit kell felismernem még ebben a helyzetben? Mit vegyek észre? Mire nem figyeltem eddig oda? Lehet, hogy ott volt, csak nem vetted észre. Ennek a folyamatnak, ha ezekre odafigyelsz, az eredménye pedig egyensúly tud lenni. Vagyis eljuthatunk oda, hogy egyensúlyt teremtettél önmagadban és körülötted. Az egyensúly azt jelenti, hogy már nem billenek ki szélsőségek felé. Nem tudunk, ebben a fizikai, míg fizikai testben vagyunk, én nem hiszem, hogy tudunk örökké egyensúlyban lenni, de törekedhetünk arra, hogy minél tovább egyensúlyban tudjunk lenni, és minél könnyebben visszataláljunk a középpontunkba, a saját egyensúlyi állapotunkba.
Az egyensúly az, amikor nem lengek ki szélsőségek felé. Mert tudd, hogyha erre kilengsz, ki fogsz lengni a másik irányba is. Ami erre dől, az fog dőlni a másik irányba is. És az ősi kínai tanítás azt mondja, hogy a szélsőségek kikezdik a csít, az érett energiát. Ezért törekedjünk egyensúlyra, tehát ez a, mi a fiammal úgy szoktuk fogalmazni, hogy nem kapkodunk, de nem is szüttyögünk. És nem megyünk el szélsőségekbe, mert az kibillent. Ha egyensúlyban vagyok, akkor tudok úgy maradni, amikor épp nem kell semmit tennem. Tudok lépni, amikor azt ismerem fel, hogy lépjek. Tudok visszalépni, ha úgy érzem, hogy az szükséges, tehát bármit meg tudok tenni, és mindeközben harmóniában vagyok, mindegyikkel rendben vagyok. Lépek, amikor annak van itt az ideje, megállok, amikor annak van helye, és visszavonulok, vagy elmegyek az adott helyzetből, amikor annak van helye és az ideje. És én közben egyensúlyban vagyok, és rendben vagyok mindegyik lépéssel. Mert soha nem az a kérdés, hogy csináljam vagy ne csináljam, igen vagy nem, hanem hogy mikor, melyiknek van helye és ideje. Kívánom, hogy harmóniában éld meg ezt az időszakot, amikor a legtöbb ember rohan, és te a saját egyensúlyodat meg tud tartani, vagy rájöjj legalább arra, hogy hogyan tudod ezt az egyensúlyt minél inkább fenntartani. És ha megtalálod azokat az apró dolgokat, amik vissza juttatnak az egyensúlyodba, akkor tovább tudsz harmóniában maradni. Nekem ilyen a jóga, nekem ilyen a tánc, bizonyos zene. Neked is meg lehetnek ezek a dolgok, hogyha odafigyelsz, és ha felismered, hogy nálad mi az, akkor ezzel mindig újra át tudod programozni magad, vissza tudod magad programozni egyensúlyi állapotba és a harmóniába. Mert annyi minden van, ami meg tudja borítani a harmóniát. De ha én tudom, hogy mitől kerülök újra harmonikus állapotba, mitől borulok meg, mi az, ami megingatja az egyensúlyomat, mi az, amitől visszatalálok, ha ilyen pár eszközt, módszert tudok, és ezeket beépítem az életembe, akkor sokkal harmonikusabb életem lesz, és bármilyen helyzet adódik, én máshogy viszonyulok hozzá. Mert az életnek 10%-a az, ami történik velünk. A 90%-a pedig az, na végére elkezdek dadogni, amit kezdünk vele. Mit kezdünk ezzel ezen a héten? Legyen szép napod!